aki ő. Zenei szabálytagadó különc. Ritka csillagzat alatt született zseni. Egy zsigeri ösztönlé. Sokan feltették már ezt a kérdést, és talán még többen alkottak rá valamilyen averziót a művészről. Márha az, mármint művész. Mert abban se vagyok biztos, hogy ő annak tartja magát. Inkább csak zenész. Vagy az sem. De ezt tudja magáról. Ennél több pedig neki nem is kell. Én úgy fogalmaztam meg a magam verzióját, hogy egy jelenség. Jön, megtörténik és nyomot hagy. Hogy milyen az a nyom, az már a befogadón is múlik, de mindenképpen történik valami, ami megmarad emlékként a találkozásból. Nekem is megmaradt egy ilyen emlékem, egy játék, ami tetszett neki. Mit játszottunk? Nos, azt mindenki tudja, hogy olykor értelmezni is nehéz, amit mond, már ha mond bármit is a gondosan kiművelt riporteri kérdésekre. Nem sztáralűr miatt, de hogy csak nem érdeklik a társadalmat általában nyomasztó hatások, szabályok és az ismert, sőt elvárt formulák. Ebben talán igaza is van, minek is, hisz sallang. Inkább szabad lélekként, szabad gondolkodóként, szabad emberként él, zenél, beszél, eszik, alszik, gyakorol, kocsit vezet, káromkodik, vagy szeret. Szerintem ilyen ember Lajkó Félix. Rám így hatott a jelenség, amit úgy negyed óráig volt szerencsém közvetlen közelről megfigyelni, amíg tartott a kérdezfelelek. A játék pedig a mi jut eszedbe, ha azt mondom kérdéssel kezdődött. Mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy Kotta? Most egy Bach Kotta részlet jutott eszembe, de a hangokat sosem nem látom. Igazából, amikor Kottát olvasok, akkor is az ismerőst, azt már fejből játszom, a... nem tudom, ilyesmit. Improvizáció? Arról mindig a magyar megfelelője, rögtönzés jut eszembe, és szerintem az elég kifejező is a rögtönzés. Fantázia? Fantázia, a széles jut eszembe róla. Citera? Citera, hát maga a hangszer. Hegedű? Hegedű is. Bár ez egy kicsit ilyen szélesebbnek tűnik. Tehetség? Ez egy kicsit zártnak tűnik. Szerintem túl leegyszerűsített dolog a tehetség. Gyakorlás? Szeretem. Szólózás? Azt is szeretem. Most van ez a szó az elején, az... Ez jó, jó hangzik. Szabadság? Nem tudom, nem hiszem, hogy annyira fontos. Inspiráció? Kicsit ilyen betegségnek tűnik. Mondva nem érzem otthonosnak benne maga a hely, amit úgy hívnak, hogy Palics, az már egészen más. Család? Igen, az is egy kicsit elcsépődött dolog, de van. Asszony? Igen, konkrétan egy ember jut eszembe van. Gyerek? Róla is egy darab. Tanya? Ez egy kicsit szélesebb ahhoz képest, hogy nekem is van egy. Tehát a kimondott szóra nem ez jut eszembe róla.
a kimondott szóra ilyen, hát ilyen tanya, nem tudom, de van. Lovak? Lovak, hát egy fríz heréjét jut eszembe róla, egy Nero nevű. Munka? Munka. Ez olyan színesnek tűnik nekem. Én szeretek dolgozni. Zenész? Zenész? Sokáig nem szerettem ezt a szót. Nem is éreztem magam annak, szerintem még most sem. Mindig ez a... ebben riogattak a zenésszel, meg a művésszel, és ez úgy egyiket sem érzem igazán. Hát. Színpad. Színpad? Egyre otthonosabbá válik. Egy ideig nagyon-nagyon nem kedveltük egymást, de valahogy összeüregettem a színpaddal, azt hiszem. Közönség? Az egy ilyen valamilyen vége láthatatlan. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon sok ember, hanem mindig valami végtelent látok a közönségbe. Tehát soha nem az ott ülőknek játszok valójában, hanem egy valami nagyon, nagyon sok embernek gondolom ezt játszani. Tehát ilyen, inkább ilyen rádiószerűségbe gondolkozok, mint helyi adottságon. Eszedben azt mondom, Jászberi. Jászberi egyből a templom jut eszembe, ez a kis folyó. Az a tábor, amikor először jártam Jászberénybe, az a menza, ahol krumplipürével kaptuk a fasírtot, és ilyen plastik kancsóban volt a víz. Jó volt. Csángó Fesztivál? Az is jó volt, az most volt nem régen, egy-két éve. Ja. Életcél. Életcél. Nem tudom, hát ez ami van, vagy nem tudom. Lehet, hogy célba vagyok érve, nem tudom. De nem, hát hogyha lenne cél úgy, ami megvalósítható lenne, akkor az olyasmi, hogy valami nem e világit hozni magamnak is a földre, de ez már ilyen ezotérikusan hangzik, és az nem lenne igaz. Mi jut eszedbe, azt mondom, zene? Egy vers jut eszembe, amit én írtam valamikor még középiskolás koromban, és arról szól, hogy mennyire szenvedek attól, hogy zenélem kell, de ez nem úgy hangzik, hogy de konkrétan egy mondat belőle úgy van, egy kép, az, hogy a gerincemen hegedül a zene, és ezt nem is tudom igazából másképp elképzelni. Tehát csak úgy tudom elképzelni, hogyha a gerincemen hegedül a zene. Utolsó kérdésem, te létezel zene nélkül? Hogyne? Viszem ki a szemetet, vezetek autót, olvasok könyvet, megfürdök, megborotválkozok. Mint egy ember. Ja.